Több mint 1000 veszélyes hulladékot tartalmazó hordót szállítottak el egy hónap alatt a budapesti vegyi műveg ZRT illatosúti telephelyéről. Az elszállított hulladékot a dorogi szemétégetőbe ártalmatlanítják, a terület rendezésére pedig közbeszerzést írnak ki. Köszöntöm is a stúdióban Tarnai Rihárd, Pest megyei kormány megbízottat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát 1005 hordót elvittek már az illatos úti telephelyről. Ez volt az első lépés, de hogyan tovább? Jelente, megtettük azt, amit megígértünk egy hónappal ezelőtt. Valóban az a 991 hordó, amit fölmértünk, és a legveszélyesebb volt, hiszen folyamatosan eresztettek ezek a hordók, fedél nem volt rajtuk, tehát folyamatosan a környezetkárosításnak a veszélye, közvetlen veszélye fönnáll. Ez elkerült, ráadásul a hordók átforgatásakor került ki, hogy ennél több hordó is van, így lett az 1005 darab hordó, amely elszállításra került, és a dorogi veszélyes hulladék égetőben megsemmisítésre kerül. A második lépésként, ahogy ön is kérdezte, múlt hétfőn közbeszerzési eljárást indítottunk, közbeszerzést írtunk ki, azért, hogy az ott található, egyébként megfelelő körülmények között tárolt, de veszélyes, továbbra is veszélyes anyagok szintúgy elszállításra és megsemmisítésre kerüljenek. Ez utóbbi, tehát ez a második lépés az ott lévő veszélyes anyagoknak mintegy 90%-át érinti. Mikor fejezhetik be a második fázist? Ugye a közbeszerzési eljárás még nem zárult le, tehát eddig erről nyilatkozni nem lehet. Mi a kiírásban azt szeretnénk elérni, hogy évvégéig ez megtörténjen. Többen szakemberek körül azt mondták, hogy ez merészvállalás, de az egy hónap alatti elszállítás is merészvállalásnak tűnt, mégis sikerült teljesítenünk. Most ön, ha jól értem, konkrét hordókról beszél, konkrét veszélyes hulladékról, anyagról, de hát tudjuk, hogy itt az illatos úti telephelyen a talaj és a talajvíz is szennyezett. Mi a helyzet a kármentesítéssel? Egy érdekes kérdés, 2007-2008-ban egy 1,4 milliárd forintos forrást fordítottak valóságban vagy papíron arra, hogy a talajt kicseréljék. Valószínűleg ez egy forradalmian új technológiával történhetett meg, hiszen a hordókat nem vitték el a talajról. Ezért az egyik vélemény az, hogy egy új technológiát alkalmaztak, a hordók elvitele nélkül cserélték ki a talajt, vagy inkább ellopták a pénzt, és bűncselekmény történt. Ezért feljelentést tettem személy szerint ebben az ügyben, illetőleg eljárás is folyik a minisztériumi vizsgálat ebben az ügyben, hiszen jogosak lehetnek azok a feltételezések, mely szerint itt nem egy forradalmian új technológia alkalmazására került sor, hanem pénz eltüntetése történt. De a munkát el kell végezni. Így van, először el kell vinni a hordókat. Azt gondolom, hogy minden csak sorjában, én nagy barátja vagyok a gyors intézkedésnek, mint ahogy a kormány is, de először el kell vinni a szennyezést jelentő hordókat, ez megtörtént első lépésben, majd az összes veszélyes anyagot, ez a második lépés, és ha ez megtörténik, akkor utána valóban ezekről a munkákról is tudunk. A veszélyes hulladék miatt már 2006-ban tüntettek a helyiek, 2008-ban pedig elindult a felszámolás a cég ellen. Most viszonylag rövid idő alatt, egy-két hónap alatt rendezték ezt a problémát. Korábban miért nem tudták, meg lehet-e állapítani, hogy ki a felelős ön szerint? Én a munkát szeretném elvégezni, nem a felelősöket keresni, bár a büntető feljelentést megtettem, mint ahogy ön is említette. Április 1-én átalakításra került a közigazgatás. A környezetvédelmi hatóság, melyik korábban önállóan működött, a kormányhivatalok része lett. Ezért április 1-én, mint kormány megbízott, megkaptam a feladatot a fővárosi és Pest megyei környezetvédelmi ügyek vitelével, és azt gondoltam, hogy gyorsan kell lépni. A kormány hozott egy gyors döntést, a pénzt mellé rakta, az intézkedés pedig szintén gyorsan megtörtént. Azt gondolom, hogy ennek így kell lenni, és reményeink szerint a továbbiakban más ügyekben is ezt a tempót tudjuk vinni. De mégis ön szerint kik lehetnek a felelősök, és milyen büntetésre számíthatnak? Először is a költségeknek a fedezése az az 1,1 milliárd, amiről szóltam, ezt az állam megelőlegezi, de át fogjuk terhelni természetesen a tulajdonosokra, illetőleg a felszámolón keresztül szeretnénk a tulajdonosokhoz eljutni. Azt gondolom, hogy a büntető eljárásnak lesz az a feladata, hogy föltárja, hogy kik azok, akik felelősek azért, hogy ezek az anyagok ott álltak, és szakszerűtlenül lettek tárolva. Én azt gondolom, hogy nem megyünk túl messze az igazságtól, ha a tulajdonosok körében keresjük a felelősöket is. Azt esetleg vizsgálták-e már, felmérték-e már, van-e arra vonatkozó adat, hogy ezek a veszélyes hulladékok eddig okoztak-e egészségkárosodást, megbetegedést? Folyamatos mérések voltak, és folyamatos bírságolás történt az elmúlt években, ugye közel 70 millió forintos bírság került kiszabásra. Közvetlen megbetegedésről nincsen tudomásunk, tehát ami közvetlenül összefüggésbe hozható ezekkel a dolgokkal, hiszen a talajszennyezése történik meg, és közvetlen környezetben lakóépületek nincsenek. Ki ismeri a területet, az tudja, hogy a közelben a Büdös Árok nevű patak található, talán a neve sem véletlen, de
még egyszer mondom, arra vonatkozó adat, hogy kifejezetten ettől betegedtek meg volna, meg nincsen. Egyébként pedig nem messze lakom én is a vegyi művektől, tehát a szagot azt éreztük évtizedek óta, most már egyébként azt is kevésbé, hiszen mérőműszereket helyeztünk ki például a József Attila lakótelepen, és ez azt mutatja, hogy a koncentráció, a levegőben lévő koncentráció is hál' Istennek csökkent, mivel elszállítottuk a veszélyes anyagokat. Várjuk a következő lépéseket. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is.